Majdnem egy évtizede hívták életre a fesztivált, azzal a szándékkal, hogy új szint vigyenek a város zenei életébe. Ehhez évről évre új elemek kapcsolódnak, mondta a megyés püspök. Az új zenekar, a Szent Gellért Akadémia zenekara is szerepet kap benne, és talán éppen az egyházmegye természetéből adódik, hogy otthon találja magát olyan elem is a fesztivál keretében, amely valamilyen karitatív célt tűz maga elé, és még kulturális helytörténeti programok is helyet találnak. Az idén a Móra Ferenc Múzeum is csatlakozott a fesztiválhoz. Szeptember 24-én Szeged és folyója címmel a Nagy Árvízről, a város és a Tisza kapcsolatáról nyílik kiállítás a Dom látogató központjában. Jótékonysági koncert is lesz a Szegedi Szimfonikus Zenekarral. Rost Andrea az egyik világsztár énekes, aki részt vesz a produkcióban, másikuk pedig Dolhai Attila, aki némiképp más műfajban, de nagyon kiváló és népszerű előadó. Tehát ezt a két művészt tudjuk összehozni, nem csak külön-külön énekelnek, hanem együtt is, és nagy örömmel kísérjük őket. A Korábban érkeztem alapítvány alapítója elmondta, hogy a koncertbevételéből tavaly a Szegedi Klinikán 3 anyaszobát alakítottak ki a koraszülött osztályon. Idén túllépnek a megye határain. Gyulát és Kecskemét városát is támogatjuk, az ott ellátott koraszülött babákat és szüleiket, így ahogy tavaly idén újítunk, kialakítunk anyaszobákat, illetve különböző speciális műszerekkel látjuk el ezeket az egészségügyi intézményeket. Szintén jótékonysági célt szolgál a Mága Zoltán által indított Hangok és Harangok című koncertsorozat Szegedi állomása, amelynek a Székesegyház ad otthont. A bevételt az egyházmegye Szent Ágotat gyermekvédelmi szolgáltató kapja. A fesztivál zárásaként a budapesti Tomkins énekegyüttes ad koncertet a Domban.